El fog kezdődni a találkozó. A Gyergyó pedig igyekszik 3 pontot szerezni a mai meccsen, de lesz ehhez némi hozzáfűzni valója a vendégegyőttesnek is. Anatoli Bogdanov csapata megint építheti fel támadását. A Fehérvár Háranen szerez korongot, Orbán kéri középen, Háranen lő. Sokkal többet ígért ez a helyzet, mint ami végül lett belőle. Ambrus veszíti el, lehetőséget kínálva a Gyergyónak, Sárpát ki vissza lövésre. Szilvesztre. Pedig akár ellentámadásba is lehet menni, 3-2-ben a Gyergyó egyébként. Na lássuk, be középre, ott van még, ott hagyja a Mamutot Melnicsuk. Eladott korong Ambrus. Ambrus helyzetben, ott van még, jó lövés, kapuvas! Háranen egyedül, Háranen viszi át, Háranen! Így pedig nagyon nehéz lesz, mert kiváló képességű hálóőr. Itt a Melnicsuk, de ezt már ő sem háríthatta, vezet a Gyergyó. Megvan a vezetés. Sándor Székely Ottó. Ambrus pedig hozhatja a következő gyergyói akciót. Elveszítik a vendégek. Szilvesztre helyzetben, Szilvesztre, nagy csel, Szilvesztre, Szilvesztre! Ott van még, a kapus most kerül vissza a helyére, kipattan! Nincsen benn, ott van még a korongés. Kiállítás. 17 másodperc még, Csollák egyre jobban sürgeti az idő a vendégeket, talán még egy lövés beleférhet, 10 másodperc, Csollák nem jó, és vélhetően ennyi volt. A Gyergyó labdarúgás eredménnyel 1-0-ra megveri a Feha együttesét. Hát ahogy mondani szokták, a győzelem is győzelem, egy hatalmas közhellyel.